Akkor folytatjuk a mai szombati összejövetelenket. Mint ahogy én azt jeleztem, a második előadónk Bernád Ilona lesz, akit már vártatok. És most is jelzem, hogy akik nem tudnak személyesen eljönni, meghallgatni, azért azok igencsak ki tudnak maradni olyan fontos információkból, ami nem lesz fenn felvéve. És ezt azért teszem, hogy még jobb, szabadabb teret biztosítsak azoknak az előadóknak, akiknek esetleg a gondolatai még inkább rámutatnak egy-egy problémára, és én ezt én nagyon is támogatom. Tehát a mai nap az egy, most egy kicsit azt hiszem az egészség, egy kicsit a jobbulás irányába, kicsit a természet, kicsit a gyógynövények, meg kicsit az őseink nyomában lesz. Mint ahogy már az első részben is ez volt, most a második részben is ez lesz. És a második részünkben akkor Bernád Ilona fog megszólalni, és fogadjátok őt nagyon nagy szeretettel. Nekem ugyan nem esik nehezemre téged elhívni, mert nagyon mogorva vagy, nagyon morcos vagy, és nagyon olyan témákat hozol, amiket mi nem szeretek. És ráadásul olyan területre jössz, amit ki nem állhatok, Erdélyből, ugye? Az este érkeztem. Igen, igen, és oda fogunk menni nem sokára. De hát, mint minden magyar ember, oda hazamegy. Ugye? Maradjunk abba, hogy minden igaz magyar ember Erdélyt úgy tekint, hogy hazamegy. Igen, és haza kell nézni minden embernek oda. Jó? Úgyhogy Ilona, folytasd ott a gondolataidat, amúgykor abba hagytad, mert szerintem azok nagyon-nagyon jók voltak. És egy kicsit az embereknek meg kell adni a mai világba azokat a támpontokat, amiben kapaszkodhat, és te nagyon sok ilyet tudtál elmondani a múltkor is. Bízok benne, hogy most se lesz ez kevesebb. Viszont most még inkább oda kéne figyelni, mert egyre-egyre jobban az az érzésem, hogy ezek a segítségek azok, amik segítenek kivezetni ebből a félelemmel teli apátiából, ami nem, hogy betegségekkel van tele, kilátástalansággal is. És én azért nagyon örülök, és olyan előadók szólalnak meg, akik nem a félelmet akarják erőltetni, és még jobban nagyítani, hanem a megoldásokat is el tudja mondani. Már pedig, hogy te ilyen vagy, abban biztos vagyok. Köszönöm. Szeretettel és tisztelettel köszöntelek kedves mindannyiatokat, köszöntöm a világhálón nézőket, és az az első gondolatom a gondolataidra, hogy ahol van közösség és ahol van hit, ott minden tele van reménnyel, és nem reménytelen semmi. Tegnap este érkeztem otthonról Marosvásárhelyről, hazajöttem Budára, Budapestre, és a tegnap reggel volt egy látomásom, és azt láttam hajnalban, hajnalos vagyok, és azt láttam, hogy Ukrajnában, ahogy a fiatal férfiak ölik egymást és halnak meg. És arra gondoltam, hogy arra kérnélek, hogy álljunk fel, és mondjunk el egy imádságot a békéért. Hajlandók vagytok? Igen. Jó. Igen. És akkor én mondom az imádságot, hogyha elfogadjátok. Teremtő Istenünk, köszönjük életünket, köszönjük egy csodálatos kék bolygót, köszönjük neked Nagy Magyarországot és Moldvát, a magyar nyelvterületet, és köszönjük az emberiséget, és Teremtő Istenünk, boldogasszonyunk védelmével kérünk, hogy segíts, hogy legyen békesség. Legyen békesség nem csak a Kijev vírus területén, a magyarság, a régi magyarságnak az életterében. Legyen mindenhol békesség, legyen a belső hazában békesség, és a magyarsági való munkálkodás, legyen a türelem, hit és megmaradás a külső Magyarországon, Moldvában. Adja Isten, hogy a belső hazában a magyarok megtalálják egymást, egymás szemébe tudjanak nézni, egymás kezét meg tudják fogni, közösségeket tudjanak alkotni. Add, Uram, hogy mindig legyen erőnk
hogy ellenálljunk a gonosznak. Add, Uram, hogy mindig legyen bölcsességünk, hitünk, erőnk, hogy a jót építsük. És add, Uram, hogy legyen minél több közösségszervező, hogy legyen, ahová jöjjünk, legyen, ahol egymást megöleljük, egymásra mosolyogjunk, egymásra örvendjünk, egymásról tanuljunk. Én köszönöm nektek az öleléseket, a szép szavakat, a mosolyokat. Nekem erőt ad, és azt kívánom, hogy mind a magyarság, mind minden nép a világon legyen boldog, legyen szaporodó, legyen mindenkinek kenyere, vize, legyen otthona. És azt kívánom, hogy a vezetőknek is jöjjön meg az eszük, hogy végre beszélnek a békéről. Teremtő Istenünk, köszönjük, hogy tehetjük a jót. Így legyen. Isten áldja Magyarországot, és Isten áldja az emberiséget, és Isten áldja a földanyát, és az egész világ egyetemet. Áldás, áldás, áldás. Hála, hála, hála. Köszönöm. És köszönjük neked. A múlt alkalommal négy témát hoztam. Ugye a legelső alkalommal december 31-én beszéltem a természetes szülés születésről, a gyermekáldás dolgairól, a magyar bábaságról, és főleg ugye immunitás, meg az intelligencia szempontjából ugye akkor annyira volt idő. És már a múlt alkalommal szerettem volna beszélni azokról a fontos dolgokról, amik történnek a szülés születésnél, és más szempontból, szellemi szempontból, vagy a családhoz, vagy a magyarsághoz való kötődés szempontjából szeretnék egy kicsit beszélni, ez az egyik témám. A másik témám az lenne egy kicsit, mert Miklós kért már a múltkor, csak ugye a gyógynövény gyógyászatról hosszasan beszéltem, szeretnék a szimbólumterápiákról beszélni, akkor szeretnék a szakrális nőiségről, mert ugye tudjátok, hogy én több mint két évet ezzel foglalkoztam utóbb. És a szakrális nőiséget egy nagyon fontos dolognak tartom, mert ugye a magyarok, a mi elődeink boldogasszony tiszteletbe éltek, és most ugye otthon voltam Marosvásárhelyen, és március 1-én, amikor kimentem a főtérre, akkor láttam, hogy mindenki olyan málciuska lázban ég, és ugye jön a tavasz, és valójában azzal, hogy a nőket felköszöntik ilyen nagyon szép mellkitűzőkkel vagy virágokkal, és láttam, hogy az emberek valahogy nem olyan gondterheltek, mint máskor, hanem ott olyan reménység, meg közösség, ugye az egész főtér hosszában voltak az árusok, és azon gondolkodtam, ez valóban egy új felismerés, hogy ez is a nő tisztelet, az valójában a földanya tisztelet, és a boldogasszony tisztelet, mert ugye tavasszal, és ugye a nők, akik a lelkeket lehozzák a földre, vagyis a méhükön keresztül egy léleknek testet adnak, ugye, és világra hozzák, és valójában ez, hogy megmarad városba, ugye, a tavasz ünnep, a nőtisztelet, ez az ősi földanya és tavaszvárás és boldogasszony tisztelet. Én valahogy így értelmeztem magamban, így gondolkodtam rajta. És nagyon fontosnak tartom a szakrális nőiséget, és főleg a magyar szakrális nőiséget, mert én azt mondom, hogy ha a nők kezdenének a magyar szellemiségbe élni, én akkor azt mondom, hogy meg nem menekülne a nemzet, és megmenekülne Magyarország, vagy megmenekülne a Kárpát haza moldva. És ugye mutattam is a múltkor, hogy ez a 26 éves gyűjtésből, két éves elvonultságból született meg ez a munkám, és ezt azért írtam, mert felismertem, hogy itt a belső hazában, de főleg Budapesten nem élnek magyar szellemiségben nők. És például a tegnap beszélgettem barátnőmmel,
aki itt él Budapesten, és elmondta, hogy az ő lánya ilyen kelta tanfolyamra, tehát kelta nőiségű tanfolyamra jár. És azt mondtam az én barátnőmnek, hogy úgy kellene, hogy magyar nőiség tanfolyamra járjon, és ott megtanítsák a keltát. Tudjuk ugye, hogy a keltákkal nekünk nagy, ugye genetikai rokonaink is, de a tártos gyógyászatban, tehát a legrégebbi réteg, amit ugye én az első kötetemben megírtam, a tártos gyógyászat, a pneumatikus gyógyászat, a szélgyógyászat, azzal a kelták és a magyarságnál ez azonos, ez a réteg, ugye? Tehát ez az őstudásból származik, és valójában a népi gyógyászatunk, vagy a világképünknek a legősibb rétege, az minden hagyományőrző néppel összeköt. Tehát összeköt ugye a mongolokkal, a tibetiekkel, a kínaiakkal, az indiánokkal, a keltákkal, sőt, ugye, hogyha jövünk visszafel az időbe, akkor összeköt a görögökkel is, és valójában mi úgy kell szemléljük, hogy ez összeköt az emberiséget, ez a közös kulturális kincs. Tehát azt mondtam Katinak, hogy fordítva ültök a lovon, és egyszer ennek kellene már egyszer véget vetni, hogy már mindenféle szempontból fordítva üljünk a lovon. És maga az, hogy mi fogyunk, a magyar nemzet fogy, higgyétek el, az azért is van, mert nem élünk magyarul. Mert a nők nem magyar motivumokkal, nem a saját kézi munkáikkal vagy kézműves dolgaikkal díszítik az otthonukat, hanem idegennel. És én ma is elgondolkodtam erre az előadásra készülvén, hogyha ott lennének a térbe a szerelmi jelképek, és ma szeretnék a szakrális nőiséggel kapcsolatban egy picit a szakrális szerelemről is, ha Miklós még tart ilyen közösségeket, közösség alkalmakat, engem meg akar hívni, én nagyon melegen ajánlom, hogy egyszer nagyon komolyan szeretnék a magyar szakrális szerelemről beszélni. Ugyanis ahogy nem éljük meg mi az egyéb területénket, konyha, születés, szülőség, gyógyászat, vízgazdálkodás, erdőgazdálkodás, élelmiszer, táplálék, teremtés, ugyanígy vagyunk. Ugyan sajnos ez a helyzet, és hogyha mi a magyar szellemi vagy szakrális szerelemben nem élünk, akkor nem tudjuk azokat az utódokat lehozni, azokat a lelketeket, akik végre elénk állnának, tehát a magyarság élére állnának, és vezetnék a magyarságot. És édesapám, ugye meséltem nektek a születés kapcsán, a tejút és a világfa, ez egy szerelmi szimbólum is. Mert a tejút hasadéka, ugye, tudjátok az milyen hasadék, ugye, és a világfa az a férfinek a hímveszője, a nemzőrúdja, és a tejútnak a hasadékja, a nőnek a rózsája, a boldog asszonya, és nagyon keveset szeretnék a szakrális szerelemről beszélni, de a magyarságnál a női nemi szervet boldog asszonynak nevezzük. És tele volt, és miért tragédia az a sok tujas, az a sok össze-vissza idegen virág, ami van a környezetben? Hát hogy nevezik szintén a női rózsa? Tehát nekem anyai nagyanyám még mindig azt mondta, hogy a rózsád, mikor kicsi leányka voltam, hogy a rózsád. De a szeretkezést is rózsázásnak nevezik. De például a tubarózsa, ugye, az is a női nemi szervnek a megjelenítése, ugye a tuba, vagyis a hüvely, ugye, és a rózsa. És ez a bajunk nekünk, hogy ezek a virágok nincsenek meg a kertjeinkben, nincsenek meg a vázainkban. Tehát ez is egy akkora tudásvesztés, hogy sírni való, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És igen, mit mondott édesapám, és miért mondom azt, hogy ha nem a magyar szellemiségben éljük meg a szerelmet, akkor nem tudunk szellemileg a szerelem által kiteljesedni. Nem tudjuk azokat a lelkeket lehozni,
akik lejönnének hozzánk. Mit mondott édesapám? Ugye meséltem, hogy mindig hátra vitt a hátsó kertbe, mikor kislány voltam, több nyáron keresztül, tehát több éven keresztül ezt megismételte. Én vagyok az első szülött. És mutogatta tejútat, tejút hasadéka, és azt mondta, hogy mi a székelyek onnan jöttünk. Tehát, hogy mi székelyek, hunok vagyunk, és a hunok onnan jönnek. És azt mondta, hogy mi innen várjuk Csaba királyfit a seregével, hogy megsegítse a magyarságot. Na most kérdem én, hogyha van születésszabályozás, hogyha mi nem érünk magyarul mindenféle szempontból, hogyha nekünk nem magyar a bábaságunk, akkor kérdem azt, hogy tud Csaba királynak a serege megszületni, csak ez most egy költői kérdés, tudom. És látjátok, minél inkább felejtjük el, annál nagyobb a baj. Annál nagyobb a baj. És azt se tudjuk sokszor, hogy mi a bajunk. Azt se tudjuk, hogy a saját országunkban miért nem érezzük jól magunkat. Hát ezért. Ha mi vagyunk olyan tékozló fiúk, hogy mi ezt elengedjük, és meghalasztjuk, akkor mondom nektek azt, hogy mi megérdemeljük a sorsunkat, és nincs amit panaszkodni, és nincs amit bőgni. Nincs. Saját kezeddel elástad a sírodat. De hát én nem erről szeretnék beszélni, hanem ahogy Miklós mondta, hogy hogyan lehet feltámadni, hogyan lehet az életet újra szervezni, milyen tudásnak a birtokába, milyen érzületnek a birtokába, milyen szellemiségnek a birtokába tudod, és milyen közösségbe tudod. És én nagyon örvendek, hogy itt Magyarországon még többen ugye közösségeket szerveznek, vidéken, városon, és sajnos látom azt, hogy nem nagyon akarnak közeledni vagy összefogni, de már az is valami, hogy szerveződnek közösségek, illetve nagyon nagy dolog, és el fog jönni az az idő, amikor mindenki meg kell fogja egymásnak a kezét, mert másképp nem tudsz túlélni. Másképp, értitek, mit akarok mondani. Eljön annak is az ideje. Tehát az a lényeg, hogy jó akaratú, jó indulatú, jó emberek összegyűjjenek, találkozzanak, és tudjanak egymásról. Ez egy nagyon fontos dolog. Én is ezért alapítottam a Fészek női kört. Tehát akkor ugye szeretnék egy kicsit a női szakralitásról beszélni, és ugye mivel a múltkor meséltem a gyűjtéseimről, hogy milyen fantasztikus népi gyógyászati módszereink vannak, hogy emlékeztek, hogy többet elmondtam olyat, hogy az orvosok kiadták a kórházból meghalni, és megmentették. És ugye a rengeteg népi gyógyászat. Tehát arra gondoltam, amíg lesz idő, akkor, ha valakinek van olyan gondja, akkor megkérdezitek, hogy ezt hogyan gyógyítjuk népi gyógyászattal, és ha gondoljátok, akkor én szívesen elmondom ennek a szellemiségét, elmondom a tudásbázisát. Az mindenképpen nagyon fontos, hogy a magyar népi gyógyászat a megfeleléses gondolkodásmódon alapul, vagyis kutyaharapás szőrével. Ma ugye mai szóval úgy mondják, hogy analógiás gondolkodásmód, vagy ugye a szimbolikus gondolkodásmód is ugyanaz, ugye. A szimbólumot ugye azt is összeegyeztetjük, és nagyon fontos, és ez megint egy nagyon fontos női tudás, és a nők, de mi erre ugye hajlamosak és képesek vagyunk, de én azt mondom, hogy nekünk a nőknek egyfolytában kell fejleszteni a megérzésünket, a felismerő képességünket, hogy már maga az, hogyha valamire gondolsz, vagy valamit szeretnél, vagy valamire készülődsz, a jelekből tudjál olvasni, hogy mi lesz ebből. És mi a nők ebben nagyon jók vagyunk, és azt nem mondom, hogy kell ezt a belső látást, az intuíciót, a megérzést, a szimbólumoknak, ugye a jelképeknek, a képeknek a megértése azért nagyon fontos, mert nehéz idők fognak jönni, és hogyha nem érted a jeleket, akkor nem vagy a helyes úton. Tehát ez egy nagyon fontos emberi képesség és követelmény. Na hát így gondoltam a mai estét. Akkor kezdeném az első témával, ugye a
a születés, szülővé válás, a családhoz és a nemzethez való kötődés, a női tudás átadás. Ugye tudjuk, hogy eleink, egészen a 60-as évekig otthon születtek, mindenki otthon született. Például most tudtam meg, ahogy otthon voltam, hogy lövétén is volt, gyűjtöttem én olyat 20 év alatt az Isteni Folyamat könyvembe, hogy 24 gyermek született a családba, és lövétén is hallottam, hogy 24 gyermek született, és abból 18-at az édesanyja felnevelt, és 98 évet élt, most halt meg 1-2 éve. És azon gondolkodtam, és ugye mondtam, hogy az én anyai, nagyanyai, dédnagyanyám 46 évesen szülte 16-nak az én anyai, nagyanyai, az anyai nagyanyámat. És azon gondolkodtam, és gondoljátok el, mindenki otthon szült. És amikor én az egészségügyi közép- és főiskolába jártam, akkor állandóan a tanáraim becsmérelték mind a népi gyógyászatot, mind a népi bábaságot. És én elgondoltam magamban, hogy hát gondoljátok el, hogy 24 gyermeket, vagy 18, vagy de 10-et, vagy 6-ot. Úgy megszülni otthon, hogy nincs semmi sérülésed. Nem repede semmi, nem vérzel el, megél a gyermek, felneveled. Tehát ezt csak azért mondom, hogy lássátok, hogy ez egy milyen érzékeny, milyen szelid, tehát milyen női tudás volt. És nem az volt a hozzáállás, hogy komplikáció. Tehát ez a mai agybajnak a hozománya, mert ugye mi mindig azt mondjuk, hogy a Jóisten megsegít. És édesanyám is azt mondta, amikor én váradós voltam István fiammal, hogy fiam, az Isten megsegít, tudjátok, Székelyföldön a leányoknak is azt mondják, hogy fiam, ugye fi, tehát ugye a utódnak mondják, hogy fi, fiam. És az nagyon fontos dolog a mi bábaságunkban, hogy ugye általában nőkkel születtek, tehát nagyon sokszor édesanyjával, nagyon sokszor nagyanyával, nagyon sokszor bábasszonnyal, vagy támaszasszonnyal, vagy bábasszony és támaszasszonyoknak a csapatával, és ugye amiről legelőször meséltem tavaly december 31-én, hogy ugye szimbólumokat kértél, az a klasszikus szimbólum, az a klasszikus kép a magyar bábaságban, hogy az édesanyja világfa, ugye mert a tejútról jön a lélek, az édesanyja, mint világfa, állt a boldogasszony oszlop mellett a keresztsátornál, Jutánál vagy a háznál. Tehát én még láttam mezőségen Visán is olyan házat, ahol megvolt a boldogasszony oszlop, tehát ugye az megjeleníti jelképesen. Tejút, világfa, Axis Mundi, boldogasszony oszlopa. És az anya világfa, az ég és föld összekötője, és a két ősbábas, a két támaszasszony, a négy természeti elem. És tudjátok, hogy milyen érdekes, ugye én most már 25 éve gyűjtök, hogy a legtöbb nő, és én is, négy gyermekre vágyott, de még férfiak is elmondták nekem. Ezzel direkt foglalkozom. És voltam egy konferencián, és ott az egyik kollégám azt mondta, hogy ez egy őskép. Tehát ez a négyesség, és én, mondjam így, hogy eretnek, én szent négyességbe hiszek. Atya, fiú, Szentlélek, boldogasszony. Tehát ez is egy négyesség, ez is egy négyes szimbólum. Maga az, hogy a nőknek a lelkébe vele van írva a női fej mellett a négy gyermek. Ugye tudjátok, hogy én voltam Mongóliában, Tibetben, Kínában, Indiában, Perzsiában, nagyon sok expedícióban, meg is írtam a mongolt, és mongol jurtában láttam, ahol szintén boldogasszony van, de láttam én Rio de Janeiroba is, ugye, ahol indián földön, szintén a sátorba, a tipibe boldogasszony oszlopot. Tehát valójában a nőknek a lelkébe a négy gyerek őskép, a születésnél
az anya, mi világfa, a támasztasszonyok, bábasszonyok, ősbábák, megint a négyesség, és akkor én akarok kiukadni, hogy a szent szellemi dolgokban szintén a négyesség. És beszélgettem Simon Péter villamosmérnökkel Mohácson, és ugye ők Illussal 20 évet Kanadába éltek, és azt mondja Péter, hogy szintén ez van az indiánoknál is. Az anya, az apa, a fiú és a Szentlélek. Tehát ez is egy négyesség. Na hát ilyen szempontból szeretném elmondani. Ja igen, és azon a konferencián most találtam vissza a gondolatomhoz. Az én kollégám elmondta, hogy és ugye lefényképeztem én a Hun Múzeumban egy jurtát boldogasszonnyal és nagy möllasszonyokkal, sok kicsi gyermekkel. Tehát a nő jelleg, a mell, a ki volt hangsúlyozva, hogy ugye onnan táplálja azt a sok kicsi gyermeket. De ott is úgy volt, hogy a sátor, a boldogasszony oszlop, a boldogasszony oszlop, hogy a magyarságnál és a jurtában, a keresztsátorban, amikor voltak a születések, ugye fennebb volt a sátorba, azért, hogy az egész környezetben jelezte, hogy itt most valaki születik, szülés van, és ne gyertek ide, ne senki zavaróra néz szükségünk. Tehát abba a mongoliai sátorba is a boldogasszony oszlopon megint két nagy női mell. És hogy megy lefele a boldogasszony oszlop, ott van az anya, és két felől a két gyermek. Tehát már bocsánat, egy kicsit nehezebben mondtam el, de biztos, remélem érthető. Tehát itt az a fontos, hogyha mi azt szeretnénk, hogy, mert ugye próbálkoznak mindenféle fizikális módszerrel, hogy a népességfogyást csökkentsük, de nem itt kellene tartsunk, hanem rég ott kellene tartsunk, hogy szaporodjunk. Na de oda valahogy fel kell tornászunk magunkat. Tehát én azért tartom nagyon fontosnak a magyar térrendezést, és a második női könyvemben ezzel külön szeretnék foglalkozni, hogy olyan jelképekkel, képekkel, üzenetekkel, megtartó képekkel, lelki erőt adó mintákkal, színekkel rendezzük be a környezetünket, hogy nekünk az adjon erőt az élethez. Én most például csak azért mentem haza 3 hétre, meg kívánkoztam haza. És ugye én szőttem, én vartam a kézimunkáimat, mind Marosvásáján, mind Budapesten, de én éreztem, hogy én meg kell álljak a házam közepén. És én ki kell menjek az udvaromra, és kívánkoztam a virágaim és a gyógynövényeim. Tehát az, hogy kilépsz az ajtódon, és a saját udvarodra lépsz. Na nekem ezek hiányoznak, és éreztem, és ugye leánykoromban vartam dupla keresztemes, és az is egy szimbólum, mert a dupla keresztemes az 3 szál, és a 3 szál egy ige, az Istennek az igéje. Tehát annyira fantasztikus dolgok vannak, ami népművészetünkben, és azért írtam a Nő örökké való pillanatkönyvemet, hogy ez ne felejtődjön el, hogy ez ne vesztődjön el, és ezt tartsuk éberen. És tudjátok, ott van a konyhámban az a kedvenc párnám, és akkor azt megnéztem, mert azt sokat kézimunkáztam, de azt nagyon szívesen vartam, és még meg is mutattam másoknak is egyébként, és azt mondták, hogy beszép. És azt mondták, hogy az az élet hálója. Tehát látjátok, én csak annyit tudok, érzem, hogy nekem ez a kedvenc mintám, ez a kedvenc motivumom, ez a kedvenc üzenetem. És amikor megmutatom egy másik asszonynak, ad egy új értelmet. Tehát azért kell nekünk közösség, testvéreim, hogy nem elég a te kicsi, belső mikrovilágod, a te gondolataiddal, vagy a te értelmi szinteddel, vagy a te magányoddal akár, látjátok? Ezért kellünk mi egymásnak, hogy egy új értelmet adjon, hogy igen, tényleg ez az élet hálója. És jaj, be jó. Na, hát így kellene élni. Na most, ugye, kötődés a családhoz, nemzethez. Női megtartó erő. Ugye, azzal indítottam a gondolatomat, hogy mindig nőkkel szültek a magyar asszonyok. Olyankor volt kivétel, ha éppen nem volt bába asszony,
olyanokat gyűjtöttem, hogy nagy hó volt, nem ért oda. Rosszul fogta be a lovakat, nagy hóba nem ért oda. Más szülésre volt, nem ért oda. Tehát látjátok, mennyire fontos, hogy mindenki tudja, hogy hogy kell segíteni a szülést. És most megint egyet ordítok, hogy miért szoktatják le ezt a tudást a társadalomból. Mert lehet az, hogy nem ér oda mentő, vagy nem indul el a hülye a kukocsi, vagy nem tudom, nem indul el a kocsit, vagy nem jutsz oda, mert dugó van, vagy anyám tyúkja, vagy nem tudom. És akkor nem, vagy tudjátok, vannak olyan szülések, hogy 20 perc. És a szomszédasszony segít. Ez nem bűn. Ez nem tabu. Ez nem tabu. Mindenki kellene tudja, hogy hogy segítsen, hogyha egy asszony szül, vagy van egy gyors szülés. De még ha egy rendellenes szülés, akkor is. És látjátok, a másik tragédia a magyarságnak, hogy nincsenek állataink, nem segítjük az állatokat elleni, és ebből az ismeretből se tudott táplálni az emberi születéseket. Tehát, visszatérve, hogy mindig, igen, mikor voltak férfiak, a háború volt, stb. Tehát vannak ilyen gyűjtéseim, vagy ha mondjuk első szülés volt, félt a fiatal asszony, izgult, akkor behívták abba a szakrális térbe, ugye a tiszta szobába a háznak az első ház, az régen a háznak a kápolnája volt, az a háznak a szellemi helye, régen nem is volt, a mai háromosztatú háza nem is volt egybeépítve, hanem az egy külön ugye kápolna. Na aztán ugye összeépült három szint függőlegesen, három szint visszentesen. Na most, mi történik, amikor asszonyok ott vannak a születésnél? És ugye elmondtam az első alkalommal, legalább négyféle imádságot, ősi imádságot, archaikus imádságot elmondtam a születésnél, és ugye sokszor ugye elmondtam például az üdvözléget, hogy szintén azt mondják, mikor halnak meg az emberek. Mind a megérkezéskor, mind a távozáskor. Na most miért életfontosságú, hogy ott legyenek a családból a nők, amikor születik egy utód? Mert ezek a rokonasszonyok, sokszor ugye komámasszony, nagynéni, a családból idős asszonyok segítettek a szülésnél, a szülés születésnek a megváltozott, módosult tudatállapotában tudják a nők, hogy kiszületik a családba. De abból a módból, ahogy a nő megszületik, tudják, hogy ki lesz az, ki a családba. Sokszor tudják, hogy a dédnagyapja, vagy a nagyapja, vagy a dédnagyanyja, vagy János a családból. Ezt elmondták nekem. Megkérdeztem. Nem hazudok. Elmondták nekem az emberek. Na most gondoljátok el, hogy behagyják az asszonyokat az intézményekbe. Ott kilódnak az asszonyok magányosan. És nem tudja a család, hogy ki születik, és hogy születik. És sokszor onnan is leolvasták, hogy kinek milyen élete lesz. Én két fejezetet szenteltem az Isteni Folyamat könyvembe ennek, hogy milyen körülmények születik, milyen körülmények, milyen napon, karácsonykor, 12 órakor. Például gyűjtöttem Mérán, hogy pont aznap született, amikor a bárányokat választották el az édesanyjuktól, tudjátok, még van a mérés napja. És azt mondta, hogy én akkor születtem ezen a napon, amikor a bárányok sírnak az anyjuk után. És az egész életem gyászos. Egész életemben sírtam. Elmondta ez az asszony. És nem úgy, mint a szerencsétlenek, aztán eltűrjük a sorsunkat, hanem ha így születnek, vagy ekkor születünk, szent időben születünk, vagy Trianon napján születünk. Ismerek három embert, aki június 4-én születik, és a magyarságért dolgozik. Azt mondja, azért születtem én Trianon napján, hogy a magyarság a szolgálja. Értitek? Hát ha mi nem tudjuk, hogy mik a mi szent időink, ha mi nem tudjuk, hogy mi a mi kultúránk, akkor mi lesz velünk? Kérdem megint,
És ami életfontosságú, nem csak ez, ami életfontosságú, ha nők vannak a szűrés születésnél, ennél a módosult tudatállapotban, a gesztusokon, a szavakon, a hangokon, a ritmusokon keresztül adódik át az a tudás, amit sehol soha nem tud átadódni. Se tankönyvekbe, se én nem tudom átadni, még ha beszélek is róla, mert csak akkor érted meg, ha ott vagy, abban a térben, ahol kiáramlik az oxitocin, a szeretet-szerelem hormon, ahol kiáramlik a boldogság hormon, az endorfin, ahol kiárad az a hormon, az a kémianyag a szülőasszony agyából, amely összeköt az egyetemessel, a boldogasszonynal, az Istennel. Miért van az, hogy nekünk van szülő boldogasszonyunk? Vagy gyümölcsoltó boldogasszonyunk? Vajon miért? Ismerjük a kultúránkat? Megint kötekedek. Igen, kötekedek. Na. Azért, hogy rázzalak fel, azért kötekedek, azért ordítok. Na, és miért fontos ez? Nem csak az, hogy az a tudás, amit a szívedben értesz meg, és az elmédbe értesz meg, és egyénileg és közösségileg értesz meg, ez egy óriási fontos dolog, ami ugye nem szóban adom át, hanem ebben az epigenetika, ugye, szakrális térben. Még azért fontos, testvéreim, mert akik ilyen életeseménynél ott vannak, azok örök életre szövetségesek, tudjátok? Azok olyan intim pillanatokban vannak együtt, értitek? Olyan titkok vannak, olyan erők, olyan boldogság, olyan extázis, olyan öröm, annyi alázat, annyi fájdalom, annyi könny. Mert nem csak abból fejlődünk mi, hogy ihaj, csuhaj, milyen szép az életem, és milyen vagány, és de boldog vagyok, és én vagyok a mutatom kifele, és közben belül titkolóznak az emberek. Ahol szülés-születés van, ahol szertartás van, gyógyító szertartás van, ahol újjászületés van, ott őszintesség van, értitek? Ez olyan szövetség, hogy senki hatalom, senki gonosz, senki nem tudja ezt összetörni. És azok a nők, akik a saját hormonjukból, a saját arázatukból, a saját türelmükből, a saját erejükből, a saját ritmusukkal megszülik a gyermekeiket, azok tigris anyák. Azokat nem tudja megalázni, azokat nem tudja bedarálni az a hatalom, amelyik mindig a félelmet akarja közvetíteni feléd. Értitek? Na hát itt van a kutya elásva. Itt. Másik nagyon fontos. A szülés-születésnél. Ugye mondtam a nemzet és a családhoz való kötődés. Ezek az asszonyok, rokonasszonyok, szomszédasszonyok, bábaasszony, támaszony, stb. Ezek nem pénzért, ezek nem pontokért ültek a szülésnél, vagy gyorsították, vagy siettek haza, hogy megszabaduljanak. Nem. Ezek szeretetből, és szeretettel, és türelemmel, és alázattal, és a rendtartó székelyfalu, és a rendtartó magyar falu úgy meg volt szervezve az élet, hogyha éppen a kalácsát dagasztotta, vagy a kenyerét, akkor a szomszédasszonya, vagy komasszonya folytatta, amíg ő elment a szüléshez. Ellátták az állatait, elrendezték, ha éppen nagymamánál volt unoka úgyis. Tehát olyan rendezettség volt, na látjátok, ez megint nagy veszteségünk, és megint csak vissza kellene állítani, és bizony a nagy családot, a jó szomszédságot, mert egy jó szomszéd százszor jobb, mint egy távol élő testvér, igaz? Tehát úgy meg volt szervezve, hogy rend volt. Mit nevezünk szent rendtartó magyar falunak? Mit nevezünk? Isteni és természeti rendszerűen zajlottak a dolgok.
Na, és akkor most mondom a legfontosabbat. Ugye, szeretettel, alázattal, türelemmel, jó szándékkal, segítőkészséggel ott voltak a szülésnél, és ha egy gyermek szeretett állapotban születik, és a gyermek hajszán pontosan érzi, hogy mit gondolnak azok, akik ott vannak az ő születésénél. Ha a gyermek elfogadásban születik, és nem beavatkozásban, és nem lelketlenül, itt a legfontosabb mondat, ekkor alapozódik meg a szeretetre való képességünk. Na akkor most kérlek, hogy ti gondoljátok át, hogy évtizedeken keresztül hogy zajlottak Magyarországon és Kárpát-medencében a születések. Vonjátok le ti a következtetést. Hol állunk mi attól az állapottól, hogy mi jól érezzük magunkat, boldog nemzet legyünk, és ha még emlékeztek ti Mátyás korában, azt mondta az egyik utazó, leírta, felkiáltott, ó, boldog Magyarország! Akkor még úgy tartották, hogy Magyarország megkésett, ugye hát a világ tartotta. Hogy a mi kultúránk megkésett, de azt mondta, hogy ó, boldog Magyarország! Miről beszélünk? Az egész nemzet egy boldog, egy szeretet állapotba, egy rendezettség állapotba élt. Na ezt kellene mi visszahozzuk a születéseknél, mert hogyha nem szeretet alapú születésben van részünk, mondtam, hogy én mennyi szenvedtem életemben, és az volt az én megoldásom, hogy az újjászületés szertartás. Tehát mindennek van szertartásos és imádságos és mindenféle megoldása. Tehát mi a mi célunk? Hogy szeretetben szülessenek a gyermekeink, hogy ők is tudjanak szeretni. És egy híres francia szülészorvos, Michel Odon, azt mondja, hogy a sok császármetszéssel megváltozik az emberiségnek a viselkedés módja. És akkor gondolom, nem kell külön ragozzam, hogy biz a magyarságé is. Tehát én arra kérnélek titeket, hogy segítsetek a mai fiatal nőknek, hogy minél kevesebb császármetszésben legyen részük. De sajnos már fele. Mert addig szövegelnek, addig ijeszgetés, addig. Tehát ilyen szempontból gondolkodom. Tehát akkor nem csak a szeretet alapozódik meg, amikor születünk, hanem ekkor alapozódik meg az ősbizalom. Na most mi az ősbizalom, testvéreim? A hit. Én ezt így nevezem, nem tudom, én így gondolom. Az ősbizalom ugye az, amikor bízol abba, hogy a Jóisten megsegít. Bízol abba, hogy jól alakulnak a dolgok. Bízol abba, hogy ha most rossz, ez, vagy nem, én nem is mondanám rossznak, tehát bízunk abba, hogy most, ami történik, ami nekünk kellemetlen, vagy nem felel meg, vagy fájdalmas, vagy nem tudom mi, az azért van, testvéreim, hogy mi a jót növeljük magunkban, s a jót növeljük a környezetünkben. Mert ha Júdás nem árulta el volna Jézust, akkor ugye nem lenne Krisztusunk, igaz? Tehát ez az az ősbizalom, hogy ha most így van, én úgyis ember vagyok, s én úgyis jó ember vagyok, s én úgyis jó ember leszek. És akkor így nem tud elbánni velünk a hatalom. És hol alapozódik meg? Ha szeretetben van a gyermekeknek a születése. De ugyanígy az anyáknak is ez életfontosságú. Hát ti hallottatok régebb arról, hogy gyermekágyi depresszió? Ti hallottatok? De most tényleg megkérdem. És akkor most miért van ennyi gyermekágyi depressziós? Tudjátok miért? Mert nem hagyják, hogy a nő végigvigye a fizikai, érzelmi, szellemi, gondolati folyamatait, mert
a vajudásnak a 24 órája, én másfél napig szültem a fiamat, vagy másfél napja, vagy két napja, az is normális, ordi-tadi, tudnék most meg, hogy 3 napig is lehet születni. Mi a bajotok? Miért nem lehet 3 napig születni? Annyit gyűjtöttem, 3 napig született, és lóverseny? Tehát az nagyon fontos, hogy az anya elakad a szülés? Igen, elakad. Na és ha elakad, segítünk neki, és átsegítjük a krízisén. De a kórházba lecseszik, és lenyomják, és megalázzák. Akkor hogy a bánatba segítik, hogy átmenjen a krízisén? Tehát a szülés, a vajudás víz a hosszú órája alatt, ha 10 óra, ha 18 óra, ha 24, ha 36, ha 48, hoz ki olyan belső tartalmakat, pszichés tartalmakat, lelki tartalmakat, régi traumákat, hát pont azért jön fel, könyörgöm, hogy meg tudjon oldódni, nem? Hát, mi, hát a lélek, hát a, mindenkinek a lelke, egyiket megoldja, s hozza a másik feladatot. Egyiket meg se oldotta, s ott a másik. Én legalábbis így vagyok. Van, amikor egyszerre két bajom van, két nagy baj. Én már abszolút olyan az én életem, hogy ha nekem van nagy bajom, akkor mindig kettő. Tehát a vajudás, a szülés is érted van, azért, hogy a lelket fejlődjön, a lelket tisztuljon, a lelket haladjon az életútján, és szépen, tisztán visszaad a teremtőnek a lelkedet, miután az életfeladatodat megvalósítottad. Na de ha nem hagyják, könyörgöm, hogy úgy megszülesse, ahogy te, neked jó. Ahogy nem hagyják, hogy akkor, na itt a születés ideje, akkor szüles meg, amikor a te órád. Én megkérdeztem az embereket, hogy mikor születtek az emberek? Amikor feljött az ő csillaga, amikor eljött az ő órája. Igen? Na, az a csillagkép, a születési szellemi pecséted, ami az égen, ahogy ott vannak a szimbólumok, a képek, a csillagképek, az segít a te életfeladatodnak a megvalósításában. Beleszólnak? Akkor gondolom, annak van következménye. De lehet, hogy az is ma egy feladat, hogyha beleszólnak, és akkor születik valaki, akkor az miért születik úgy? Ugye? Tehát szemlélhetjük így. Tehát nagyon-nagyon fontos, kérlek mindenkit, még egyszer, századszor kérem, segítsetek a mai nőknek, hogy természetesen tudjanak szülni. Segítsetek, hogy ne higgyék el a félelmeket, ne higgyék a hazugságokat. A nőket úgy teremtette a Jóisten, hogy mi fogadunk, mi hordozunk, mi magzatot növesztünk, mi vajudunk, mi szülünk, mi szoptatunk, gyermeket nevelünk. És ez egy természetes dolog, mind ahogy a férfiaknak is megvan az ő feladatuk. Megnemzették a gyermeket, ugye, segítenek a felnevelésben. Az otthon biztosítják, férfi erő, ugye a férfiak erősebbek, mint a nő. Mind a két nem, az egy igen. Az azért van az életért. Tehát ez az egyik téma. A másik téma, ugye, a szimbólumterápia. A szimbólumterápiák azok a legősibb szellemi népi gyógyászati eljárásaink, de nem csak szellemiek, hanem lelkiek is, ugyanis a lelket is gyógyítják. És most épp pénteken fogok tartani a Bolyafészeknél szertartásaink születéstől megboldogulásig, tehát hogy mi a magyarok, milyen szertartásokat végeztünk a teljes élet folyamán. És ugye picit fogok beszélni a népi gyógyászatosokról. Na most, ugye szertartás, amit a legelső alkalommal beszéltem, az imadságok. Szertartás, hogy 4 asszony volt a születésnél, és ugye elmondták, és emlékeztek, hogy Somogyba Szenyéren, a szépséges Buba Máriához, tehát amellett ugye elmondták az üdvözlégyet mind a 4-en, lehajtott fejjel, összefogott kezdve, hogy mi ma este imádkoztunk. Ez az az alázatos és kérőtes helyzet, és helyzet. Ők elmondták a szépséges Buba Máriát, vagyis a Babba Máriát, vagyis a szülő boldogasszony. Tehát vannak a vajudás alatt, de más imádságok. Például gyűjtöttem
egy nagyon élő hitű Kazup Lidi néni hajdunálláson élt. Ő azt mondta, hogy én mindig ő okleveles szülésznő. Most már szerintem, ha él, elhagyta a 100 évet. Amikor én nála voltam, 11-ben meginterjú voltam, akkor ő 92 éves volt. És azt mondta Lidi néni, hogy én világ életembe hittem. Én világ életembe a szülést én imádkoztam. Én mindig imádkoztam, ugye elmondta a klasszikus imádságokat, és azt mondta, hogy én mindig azt imádkoztam, hogy csak jól sikerüljön a szülés, csak szépen, csak jól járjon le minden. És akkor ugye vannak más dolgok is. Na, és még egy nagyon fontos a szertartások és a szimbólumokról, hogy a magyarok a tiszta szobában, amikor voltak a születések, ugye emlékeztek, elmondtam, hogy Somogyba is, Szentnyírdbe is, Simon Péternek a nagyanyja, aki füves bába volt, emlékeztek, mindjárt beszélek a fénybeavatás, aki elvégezte. Ugye, tehát természetes fajudás, természetes szülés. Na, és itt a tiszta szobában olyan szertartásokat végeztek, ahol a rendellenes szüléseket oldották meg, vagyis. Ja, igen. Na, még ehhez most jutottam vissza. A Szentnyéri bába Somogyban, ugye emlékeztek, elmeséltem a múltkor, hogy behúzták a függönyöket, hogy ha nappal volt a születés. És ez azért nagyon fontos, mert méhbéli állapotot idéztek elő, vagyis szürkületet, ugye, amikor az ősagyunk dolgozik, mert a születést az ősagy, és nem az új, hogy nem a neokortex segíti. De más gyűjtésekből, és itt a hangsúly, sokkal inkább a méhbéli állapotot idézték meg, és itt nagyon fontos a kemence a magyar térrendezésben. Mert a kemence a tiszta szobában, vagy a magyar házban, az a női méh, az a női méhnek a jelképe, és amikor például vannak az esküvők, és ugye az is tele van szertartással, és az is tele van képekkel, és tele van jelképekkel, akkor megtörtént, hogy amikor a templomba, miután megesküdtek, és hozták a menyecskét, az újasszonyt a házba, az volt az első, hogy megöleltették vele a kemencét, mert az a női méhnek, ugye, vagyis az utódoknak, a családnak, a folytatásának a jelképe. És nagyon gyakori, testvéreim, hogy a szülés a kemence mellett történt. És én magam is gyűjtöttem 2000-ben mezőségen, busztakamaráson, hogy elmondta az én asszonyom, hogy anyósom odaállított a kemencéhez. Jó, hogy azért is, mert ugye azt mondta, előtte kenyeret sütettünk, nagyon így mondta, azt mondta, hogy meleg volt, ugye, tehát mert mit csinál a meleg, ugye, fájdalom, csillapító, görcsoldó, ellazítja pontosan hasizmokat, a méhizomzatot, és ugye jobban halad a szülés, gyorsabban, könnyebben. No, de amit még akartam mondani, a tiszta szobában és a jelképes cselekvésekkel, hogy képzeljétek el, hogy olyan is volt, hogyha úgy vélték azok az asszonyok, akik ott segítettek a tiszta szobába, hogy hát egy kicsit lassacskán vagy nehézkesen megy a vajudás szülés, akkor olyan szimbolikus cselekvéseket végeztek, hogy nyitották ki a fiókokat, ugye a tiszta szobába, a kasztánfiók, stb. A szekrénynek, nyitották ki a szekrényajtót. Miért? Hogy nyíljon a női test, ugye, hogy a gyerek meg tudjon születni. Vagy olyat csináltak, hogy kibontották, ugye hát konyba volt a régi asszonyoknak a hajuk, és kibontották a haját. És ugye ezzel elengedi magát, ellazul a nő. Ugye a szeretkezés állapotában is ugye a hajsátor, annak fontos szerepe van. És képzeljétek el, hogy egy újkori történet szintén a kibontott haj, mennyire működik. Mesélte a kolléganőm, aki otthon szülésekkel foglalkozik, hogy elhívták vajudáshoz, és azt mondja, hogy hát ahhoz volt kedvük, hogy kimenjenek egy kicsit, és sétáljanak a partba, ugye a vajudasszony. És úgy elsétálták magukat, hogy már nagyon kezdetben begyorsult a helyzet, és úgy érezte a nő, hogy nem ér haza.
És akkor ott próbálták, hogy simogatni, vagy a fejével járni a hajával, és neki konyba volt a haja, és azt mondta a Rékának, hogy nehogy kibosd a hajamat, vagy gyermeket kiejtem itt. Hogy nehogy leherezd a kocsamat, de így szülne meg a gyerek. No. Látjátok, milyen tudás van? És mondok akkor még egy jó dolgot a néptánccal kapcsolatban, hogy hát ugye gyűjtöttem én, hogy hogyan könnyítjük a szülés, vagy milyen dolgokat használtak, hogy könnyebb legyen, gyorsabb a vajudás. És rengeteg helyen gyűjtöttem a Kárpát-medencében, Molnában, hogy az asszonyok guggolva vajudtak. És persze személyes élmények, nem úgy, hogy azt elmondták, hanem elmondom, hogy én guggolva vajudtam, így kucorogta, így szültek. És Timár Sándor, tudjátok milyen nagy név ő, a Csillagszemeknek a vezetője, azt mondja nekem, már ezelőtt 23 éve, azt mondja, Illan, azt mondja, te tudod, hogy a galga mentén azt a táncot, ahol guggoltatják a lányokat, az asszonyokat, azt egy lyuktágítónak nevezik? Tehát ezért mondom, hogy látjátok, az egész kultúra, néptánc, népdal, a világképek, a szimbólumok, a szertartások, az imádságok, az mind az életért van, hogy legyen gyerek, és az a gyerek jó szülessen, igaz? És az élettudása. Tehát ezért kezdtem úgy, ugye a tavaly a legelső előadásomat, hogy megkérdezte Ozsvált Judit kolozsvári újságíró nő, hogy Ilona, te mit csinálsz? És én soha nem is eszembe sőt, hogy én mit csinálok? Hát ez életemben meg nem fogalmaztam egy mondatba. És így lejött a Jóistentől, hogy az életben maradás tudományát gyűjtöm. És ez, most már ez a tét, az életünk a tét, az életünk. És ezt nagyon szomorúan mondom. Tudjátok, hogy azután én gondolkoztam még már 20 éve, és tudjátok, miért gondolkodtam? Hogy milyen szomorú, hogy mi az életben maradásért küzdünk. Hát nem azért kellene küzdünk, testvéreim, hogy viruljunk, erősödjünk, boldoguljunk, szaporodjunk. Nem ez lenne a normális állapotunk? Hát ez lenne a normális állapot. Na, akkor most már muszáj kicsit haladjak, mert akkor ugye a gyerek megszületett általában fejtartásba, ez az egyszerűbb mód, és emlékeztek, hogy elmondtam, hogy az az életben egy nagyon fontos állomás, hogy a gyermeket megmutatták a fénynek. Akkor a következő szertartás, és ugye ez megint csak szimbólum, mert ugye Miklós, hogy a szimbólumok, ez megint csak szimbolikus, hogy az apa hogy fogadta a családba a gyermeket. Én nagyon sokat gyűjtöttem ilyet, hát nekem édesapám mondta, hogy a mi családunkban azt mondja, mindenkinek a köldök zsinórját sallóval vágták el. Nem tudom, erről itt beszéltem? Azt hiszem, még nem beszéltem, én is gyermek. Na, ugye én Magfalván ugye Kiskökölön mentén nőttem fel, és ugye mindenki a család otthon született, és persze a tiszta szobában, tehát nem el lehetett volna vágni késsel is. No, de miért vágták el sallóval? Tehát édesapám mondta, miért? Azért, hogy jó gazdasszony és jó gazdember legyen belőle egy. Váljék belőle. Kettő. A sallónak, könyörgöm, milyen formája van? Hol salló, vagyis a boldog asszony, ugye? Mert a hold, nagybetűs hold, és a boldog asszony az egy. Tehát a hold Isten anya gondviselésébe adták azt a gyermeket. Várjatok, még van tovább is? Három. Ugye a salló az fémből van, és a magyarságnál a fém az gonosz űző, rontás, távoltartó eszköz. Tehát három szempontból van ez, ugye? Na most én tudnék reggelig beszélni a szertartásokról, de én mindig egyet fogok mondani, jó? Minden emberélet fordulónál mondjuk így. A következő emberélet forduló, amikor az ember fát kapott.
vagyis ugye a mérlepényét. Ugye meséltem nektek, hogy nekem az anyai nagyanyám, aki ugye füveskedő asszony tudó volt, ő elmondta, hogy pálinkába tették a mérlepényeket, tehát a székelyek készítettek az én nagyanyám született 22-be, és ő is novemberben, mint én, és ő azt mondta, hogy készítettek ugye mérlepény elixírt, de elmondta azt is, hogy például az Imre testvérének volt fája, tehát nem mindenik, de általában Székelyföldön, de most hál' Istennek Magyarországon újra kezdik ültetni az ember fáját. Mit jelent ez? A mérlepényét elásták, és föléje ültettek egy fát. Általában gyümölcsfát, és ez ugye homeopátia. Ha mondjuk a következő gyermeket leánynak várták, akkor arra a mérlepényre almafát ültettek. Hogyha fiút, körtefát, hogyha apácának szánták, vagy papnak szánták, akkor diófát, mert ugye mondtam a múltkor is, hogy a diófa az a magyarok szentfája, és az újjászületéseket is először, amiket felültöttem, ott kezdtük el diófa alatt az én kertemben Zuglóba. No, de van egy másik nagyon fontos dolog, és megyünk tovább a világfa szimbólummal az ember életben, hogy például Kalotaszegen gyűjtöttem inak telkén, hogy a leányoknak a fáját a ház elé, a ház mellé, vagyis ugye hosszába vannak általában a székelyházak, és ugye van a kerítés, kiskapu, nagykapu, és akkor ugye elő van a virágos kert, amit a leány gondoz. És ez is szimbolikus. És akkor oda ültették a családban a lányoknak a fáját, és képzeljétek el, hogy mikor volt az esküvőjük napja, akkor feldíszítették azt a fát, és miután elbúcsúztatták a mennyasszonyt, amikor vitték a kapun, kivagdosták le azokat a feldíszített ágakat. Tehát ez is jelképes. Tehát a népi gyógyászatban és a népi kultúrában rengeteg-rengeteg jelképes cselekvésszertartás van. Akkor folytatom, ugye hát itt az emberfa ültetésnél tartok, a keresztelő, és bizony ez nem mindig egyházi dolog. Sőt, ugye a temetés sem mindig egyházi dolog volt. Hortobától gyűjtöttem, de most azt nem mondom, mert csak eszembe jutott. Az is párhuzamos. Tehát valójában ez a megfeleléses, analógiás, párhuzamos gondolkodásmód a magyarságnál a teljes életet, tehát az ember életfordulói, azért írtam a szakrális magyar női könyvemet, a női életnek a fordulói, a női életnek a kapui. Tehát, nehogy azt higgyétek, hogy csak templomba volt, vagy pap, ugye, ha sürgőség volt, ment a házhoz, és úgy keresztelt, hanem volt mindenféle népi, tehát a népi kultúrából szertartás. Tehát valójában ez Balázs Lajos professzor úr Csíkszentdomokoson, ő ugye Csíkszeredában lakik, Csíkszentdomokoson ugye ő évtizedekig gyűjtött, és ő elmondja a születéses könyvébe, hogy valójában Csíkszentdomokoson 4 keresztelő van. És ugye látod, megint itt van a négyesség, és megint itt van ez a szimbólum. Tehát olyan cselekvéseket végeztek, ahogy a gyereket kivitték a házból, az úton, arrafelé és az úton hazafelé, de megint csak befejeződött egy újjászületésszertartással, mert amikor az a negyedik keresztelő mozzanat, hogy amikor hazavitték, akkor az asztal lábánál átadták. Tehát valójában az is önmegújító, régi életszakasz lezáró, új életszakasz beindító szertartás. És itt azért fontos mondjuk ez az újjászületés, mert tudjátok, a régi hitbe, hát persze régen a bábasszonyok is kereszteltek, de ugye átkerült az egyházhoz a keresztelés. A régi hitbe úgy volt, hogy amíg az édesanyja 6-7 hét feküdte a boldogasszony ágyat, vagyis a gyermekágyat, vagy amíg a gyereket nem keresztelték meg, ez a két dátum nem esett egybe, sokszor már megkeresztelték másnap, vagy azon a hétvégén, vagy második nap.
vagy 6 hétben nagyon fontos volt, hogy megkereszteljék, úgy tartja a néphit, hogy addig a gyermek nem védett állapotban van. És például mi a marosvásári szülészeten is kereszteltünk, amikor egy-egy ilyen koraszülött született, vagy valami rendellenességgel, akkor rendes csapvízzel imádkoztunk, és a gyermeket megkereszteltük, és tudjátok meg, én ugye nagyon sok bába asszonnyal beszéltem, mert ugye a magyarságnál a bába asszonyok őrizték meg a női papságot. És nekem elmondta sok bába, nagyon híres kolléganőm, tehát ő már tanul szülésznő, Fekete Erzsike, aki Krizbáról, Balcaságról származik, de Gyimesbe, Gyimes középlokon a szülőotthonban 40 esztendőt ott dolgozott, azt mondta nekem Erzsike, hogy Ilona, ahány gyermeket én megkereszteltem, egy se halt meg. De szintén nagyon híres bábával beszéltem, Gyergyó Rotván, vagy beszéltem más bábakkal, akár Kazuplidi néni, vagy Balatonfüredi bábasszony. De ugye én is kereszteltem, de nem csak kényszerhelyzetbe kereszteltem, máskor is kereszteltem. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez egy népi dolog is, nem csak egyházi vallása szempontból. Következő nagy emberére forduló és szimbólum és szertartás az a első 7 évet lezáró időszak, és ugye elmondtam, azt hiszem első-második előadásomban, hogy a magyarságnál az emberi életet 7 éves szakaszokra osztják, az első 7 évben egyéb dolga nincs a gyermeknek, nőjél és játszodjál. A második 7-14 hetes, ott már kezdik játékosabb munkában nevelni, hogy engemet is. 14 éves korban van a legény leányavatás, és a harmadik hetes az arról szól, hogy felkészítik a leányt, feleségnek, anyának, nagyanyának, a legényt, férnek, apának, nagyapának. A leányt, feleségnek, anyának, nagyanyának. És akkor ezek a szertartások. Na most, hogy és milyen fantasztikus az anyai, a gyermeki köldögzsinór átíveli az első 7 évet. Én nagyon sok 7 éves szertartást gyűjtöttem, ott van a gyermekkötetemben, ott van a születéses kötetemben, de például egyet példázok, hogy sok helyen gyűjtöttem, hogy köldögzsinőr összebogozták, 3 bog vagy 7 bog, és feltették a tiszta szobába a mester gerenda fölé. Ugye a tiszta szoba szakrális hely, ha valakinek a testi tartozékát, és ugye boldogasszonyoszlop szintén a mester gerenda, ha boldogasszony védelmébe teszik a háznak a szakrális terébe, akkor ugye ő is védett. Na most, 7 évig, ugye, anyai és szakrális védettség alatt van a gyermek. Amikor 7 éves volt, elmondta nekem Nagy Laci boldog közben, azt mondja, képzeld el, Ilona, ide adták az én köldögzsinóromat, hogy bogozzam ki, de ezt nagyon sok helyen gyűjtöttem. Arattól, Székelyföldig, Magyarország. Azt mondja, hogy kibontatták velem a köldögzsinóromat. Na most, de vagy a nagyszülők, vagy a szülők végezték. És akkor miért fantasztikus dolog ez? Egyáltalán, ugye képet alkottak arról a szülők, nagyszülők, hogy ez a gyermek akarja-e kibontani, vagy nem akarja. 1, 2. Mennyi kézügyessége, és mennyi türelme van, hogy kibontsa a köldögzsinóját. És e szerint kezdték a munkába nevelni. Tehát gondoljátok-e, milyen fantasztikus a népi kultúra, ugye mi most elengedjük a gyerekeink kezét. Óvoda, iskola, középiskola, egyetem, és aztán jön az élet. És látjátok, mindig ott volt a szülői, a nagyszülői, a keresztülői szeretet, figyelem. Nálunk a keresztülőség, most főleg a női szakrális könyvemben, aztán, hogy micsoda intézmény volt az, hát valami őrület. És látjátok, ezzel is szegényednek az emberi kapcsolataink és a társadalmi kapcsolataink, hogy hol van a komasság intézménye.
Tehát ezt is vissza kellene állítani. A komasság, a keresztülésség, úgy, mint régen. Hogy hát a, például Moldvában elmondta nekem Duma András, hogy a legény embert a keresztapja készítette fel a nem életre. A leány gyermeke szintén. Sőt, tudjuk, hogy mielőtt férhez ment volna a leány, a keresztanyjával elmentek zarándoklatra. Tehát egy szellemi funkciója van, szerepe úgymond, felelőssége van, hogyha te keresztülő vagy, akkor azt jelenti, hogy te a kereszt gyermekednek a lelki üdvösségéért, igaz? És az ő boldogulásáért, és az ő életéért, a család életéért, az anyaságáért felelsz. És ez megint csak mostani gyűjtés, tehát Moldvában megvan, ezt nehogy azt higgyétek, hogy emlékezetből mondom, hogy a mai szent napig Székely Csángó faluba pusztinán, amikor felkérnek egy, hát ugye mindig férjes asszonyt, tehát családot, férfeleséget kérnek fel keresztülőnek, és ugye viszik a ünnepen felöltöztetett gyereket, szépen ők felöltöznek, és képzeljétek-e, arra az alkalomra különleges blúzot, inget varnak ki maguknak egy csomó szimbólummal. És ők úgy tartják, hogy ez egy megtiszteltetés, és az egyedi. Tehát például, ha a szimbólumokról beszélünk, nagyon sokat lehetne beszélni, hogy mi van az abroszon, mi van a falvédőn, mi van a párnán, mi van az ingen, mi van a kötényen, igaz? Mi van a mellényen, mi van a kendőn, mi van a fátyolon, mi van a bíboron, tehát ezek mind jelek, ezek mind azt mondják, hogy én ez vagyok, te az vagy. Hát régen tudták, hogy melyik faluban milyen viselet van, tehát elmentek a vásárba, és tudták, hogy ez onnan van, az onnan van, az onnan van, az onnan van, onnan, vagy a, ugye a székely leányoknak a szoknyája jelezte, hogy ő mennyi földet kap, mikor félhez megy, ugye? A szoknyákon a csíkok, igaz? És akkor azt szerint vetették a szemüket, rájuk a legények. Hát igen, látjátok? Ilyen színekkel, és csíkokkal, és jelképekkel, és így üzentek egymásnak. És ugye minden rendben volt. Nem veszekedtek, nem szövegeltek, igaz? De, hanem az élet ment az isteni természeti rend. Iránt. Na, nem tudom, mennyit beszéltem. A bankkártyán. Maba használni. Most az a bank. Igen. Na, akkor megemlítem, ugye a legény lányával, hát igen, és nem tudom, milyen kocsi. Nem? Meg hogy legyen két cége, úgy hallottam, most már nem is elég egy cég, hanem már kettő. Már csak azok legények ma, akinek van két cége. Nem született, de legyen már vagyunk. Igen. Arra tudja, mi. Igen. Persze, megszületik a gyerek, és megkapja az adószámát. Tudjátok, igaz? Igen, megkapják egy hetesen, két hetesen, három, hogy nehogy tudjátok mi? Hogy nehogy elfelejtsük, hogy nekünk mi a dolgunk, igaz? Az újszülöttnek, jó. Na, akkor, bírjátok? Mondjam még? Mondjam még? Akkor ugye a munkában nevelés, hát ugye kicsi kapa, kicsi laskasirítő, kicsi kosár, kicsi bölcső, kicsi babaruhas, úgy. Ugye így készülnek az anyaságra, így készülnek a életfeladatra. Következő szertartás a legény leányavatás. Elmondom ezt a sors, akkor szerintem egyet szünetelünk, nem? Vagy hogy csináljuk? Jó. Jó. Akkor az is egy szertartás, a háztűznézés, az udvallás, nagyon sok jel. Az is nagyon fontos, hogy kérik meg a lánynak a kezét, kézfogó, elkendőzés, eljegyzés, ott is vannak szertartások, ajándékok, stb. Aztán ennek a legnagyobb tőkére vitt közösségi élet, a menyegző, az esküvő, a lakodalom, ott is van újjászületési szertartás, menyecske tánc, az egy nagyon fontos mozzanata, a felkontyolás, a bekontyolás, ugye? Valójában a régi
házasság, nem is az esküvő, tehát a házasságnak az elismertetése, vagy a házasságnak az elismerése régen a kontyolás mozzanata volt. És, ha mondok egy nagyon érdekes történetet Székelyföldön, hogy jó, hogy szigorúság, hagyomány, suba-subával, guba-gubával, de a szerelem szabadsága mégis megvan a székely hagyományban, ugyanis, hogyha valakit hozzáerültettek valaki, ez ugye általában lányokat, hogyha megszervezte a szeretője, vagy akit őt szerette, hogy a felkontyolás előtt megszöktették, akkor nem számított, hogy ott a lakodalmi sereg, nem számított, hogy megesküdtek a templomba, akkor nem volt az a házasság érvényes. Úgyhogy ilyenek is vannak. Akkor a következő nagy jelkép és életkapu az a menyecske avatás, nem csak a menyecske tánc, ugye sok helyen van menyasszonyi tánc, menyecske tánc. Van olyan, hogy ez a kettő egyben van, és ez a kettő nem hiába 12 órakor van. Mert ugye 12 órakor változik az idő, és ugye a leánynak az élete is átváltozik menyecske, ugye újasszonynak az életébe. És nagyon sokszor gyógyításokat, a gyógyító szertartásokat is, vagy a különböző gyógyszereket, 12 órakor, déli 12, ugye, amikor a nap változik meg, vagy amikor a napok egymás között megváltoznak. Nagyon nagy avatás. Voltam a tavaly Nyikó mentén, és egy fantasztikus tulipános hozományládát láttam, vagyis mennyasszonyi ládát, és rajta a tulipánok. Tehát ugye a tulipán az megint csak a nőiségnek, a női nemi szervnek a jelképe, és amikor a leány férhez adták, azon ott volt, hogy mostantól mi következik, ugye? Ott volt rajta a tulipán, tehát a régi leányoknál, ugye? Az volt a házas élet, és az volt a szerelmi életnek a kezdete. Persze egyéb ugye jelképek, és akkor itt egy kicsit a virágokról, hogy a gyöngyvirág, ugye, az szintén a boldogasszonynak a virága, a gyöngy. És például az én szakrális női könyvemben nagyon sokat foglalkozok a nők szakrális eszközével és a velük való gyógyítással. Tehát mind a virágokkal, mind a búzával, a kenyérrel, a szőlővel, a borral, a gyógynövényekkel. Tehát ezt látom, hogy ez is vesztődik el, és én azért, hát vagy azt hiszem 28 szakrális eszköz dolgoztam ki, maga a rovás írás is, az is nekünk ugye a szakrális eszközünk, meg a Szent Korona, meg a imádság, meg a hit, úgyhogy ezeket bizony vissza kellene hozni, és rendszeresen kellene gyakorolni, és akkor mi ebben tudnánk fejlődni. Az esküvőn sok szertartás van, sok megjelenített jelkép, ami mondjuk itt nagyon fontos a mi szempontunkból, hogy mindig megjelenítik a gyermeket, mindig megjelenítik a kisbabát. Tehát a csecsemőt felmutatják, a babát, vagy a menyasszonyok a babát ajándékba, vagy ha nem játékbabát, akkor mondjuk a babát megjelenítve egy csipkén, vagy kap egy bölcsőt ajándékba. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ugye üzenik az új párnak, hogy hát ez a dolgotok nektek, hogy ugye életet hozzatok a világra, és folytassátok a családos, a nemzetet. A következő jelképes emberélet forduló, az egy másikféle menyecske avatás, amit én gyűjtöttem kassa felett, Magyarbőd, igen, ez az, köszönöm, Magyarbődön, ahol elmondta nekem Berci, hogy azt mondja, itt az volt a szokás, hogy minden fiatalasszony miután férhez ment, a következő bálba vagy lakodalomba a többi menyecske felemelte.
Mit jelent ez? Közelebb az éghez, felemeljük, termékenyé tesszük, tehát amikor néptáncolnak a párok, és ugye a férfi vagy a legény felemeli a nőt, az asszonyt vagy a leányt, akkor azt jelenti, hogy felemeli az Istenhez, hát a szeretkezésbe is ugye mennyországba viszi, és felemeli, hogy legyen termékeny. A szeretkezésnek ugye az a célja, hogy abból legyen szerelem gyümölcse. És ugyanígy, csak ugye nem beszéltem bővebben a legény-leány avatásnál, hogy ugyanígy emelik fel, amikor a fiúkat avatják a kocsmába, hát nem köpködőbe, hanem régen azért szakrális hely volt bizony. Kocsma, tudjátok, ott szervezték a nagy a falunak az összejövetelét, meg a bálokat, meg stb. És képzeljétek, ott a kocsmába, ott a nagyobb legények felemelték azt a legényt, akit avattak. Akkor ugye már megvan a család, menyecske avatás. Hát ugye vannak ilyen férfi avatások is, de azok inkább ilyen erőpróbák. Erről ugye Molnár V. Jóska bácsi nagyon behatóan és nagyon szépen beszél. És ugye a következő nagyon fontos kép a család összetartó szertartás. Gyűjtöttem karácsonyba, húsvétba, tojással vagy almával, hogy ahány családtag van, a vacsora előtt az felvágják, mindenki, nem számít, hogy kicsi gyermek, felnőtt, idős, azt szétosztják, és azt jelenti, hogy mindenki része annak a családnak, és ott mindenki egyenlő. Karácsony, húsvét. Akkor nagyon fontos a mi szakrális konyhánk, ünnepnapokon, vagy emberére fordulókon. Nagyon fontos a népművészetünk, a népküldészetünk szintén. És nagyon fontos nálunk, hogy a nő, hát ugye én a nőket, én nő vagyok, és ezt a női sorsot tudom megélni, aztán a férfiak foglalkozzak a férfi dolgokkal, azok is vigyék, őrizzék, és ne hagyják, hogy elfelejtődjön. De engem az érdekelt, hogy ahogy halad az asszony az életútján, ugye? Megszületik az első gyereke, ja igen, most jut eszembe, hogy még anyaavatást is tartanak, ugye? És nagyon gyakori, hogy a bába asszony avatta az anyákat. De volt úgy, hogy az asszonytársak, de már végül ez a templomba került, hogy miután szült az asszony, és már fel tudott kelni, tehát a korai gyermekágyból kikerült, akkor a bába asszony vitte a gyermeket, aki életre segítette, és ment mellette a fiatal asszony, és a templomban a pap avatta, de én akkor nem egyházi avatást mondok, hanem népi avatást, hogy vagy a bába asszonya, vagy amikor 6 hétből kikerült az édesanyja, szépen felöltözött székelyruhába, a gyermeket szép pólyába mindent beletette, és elment a legelső útszéli kereszthez, ugye általában útkereszteződésnél szokott lenni, tehát a kereszthez, és ottan imádkozott, tehát hálát adott, hogy a gyerek épp egészséges, megszületett, és ő magát kiavatta a gyermekágyból. Akkor ugye arról kezdtem beszélni, hogy a nő halad az életútján, és ez nagyon fontos dolog a magyarságnál, hogy mindig megőrizték a családnak a jó hírnevét. Tehát mind az anya, de mind a leánygyermekeket is erre nevelték, hogy vigyázz, mondj a nagyon kedves barátaim Zséréről, elmondták a lányok, már fiatalasszonyok, az édesapjukat ismertem még, ő volt adatközlöm egyébként idősebb minden, és most már ugye a leányai velem barátnők, és azt mondja, hogy apu mindig azt mondta, hogy ne hozzunk szégyent a családra, ugye? Tehát akkor ugye miért ez? Mert ugye aztán jönnek az udvallók, tehát a család az jó kellett kinézzen a világ szemébe is, mert hanem a leány nem kapott olyan társat, vagy akár ugyanúgy a legény is. Tehát nagyon sok, én elgondoltam magamban, hogy nagyon sok önfegyelem kellett a régi ember életében, hogy az élet menjen és ne akadjon el, igaz? És ami nagyon fontos, és itt ki szeretném hangsúlyozni, hogy az anyák, akiknek már ugye serdülő leányaik, meg
egyáltalán hány gyermekek voltak, bizony már hozományt gyűjtötték, és én is elmondtam az én életemből, hogy kicsi leányka voltam, és édesanyám, anyai nagyanyámmal szőtték a dolgokat, varták, tette el, vásárolta, bútort rendeltek, szőnyeget, az utolsó függönyig, egyszerűen mindent, édesanyám, egy utolsó piros paprikáig, amikor férhez mentem, mindent, ugye? A férfi megházasodik, miután felépítik neki, a családja segíti, a rokonsága, a keresztapja, szomszédság, nagy család segíti, tehát házasodik, az volt a jó eset, hogy házat építettek, és a leány vitte úgy a belevaló. A staférumot, igen, a hozományt, és akkor az utolsó, az emberélet vége felé, az idősödő asszony, amikor készül a megboldogulása, a lelki üdvösség, hogy úgy kell élni, úgy kell viselkedni, hogy jó oldalra kerüljünk. És a legidősebb asszonyok, akikkel én beszélgettem, például Kolton volt egy érdekes élményem, Koltó, tudjátok, Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, Pálcium. 92 éves asszonyjal beszélgettem, és azt mondta, hogy én azért élek, hogy imádkozzak a családért. És volt a családban egy olyan valaki, hogy azt mondta, hogy de tényleg kell érte imádkozni. És legvégül, pedig ugye a haldoklók, a nagybetegek ápolása, az ottani szertartások, és végül a megboldogulás. És ez mindig boldog asszonyi, ez mindig asszonyi felügyelet, asszonyi védelem, asszonyi női őserő, boldog asszony erő. Szülő boldog asszonytól egészen a nagy boldog asszony, ugye? És képzeljétek el, hogy gyűjtöttem Gyimesbe, hogy a halottat ugye 3 napig felravatalozzák, először megmosdatják, na ezek is látjátok szimbólumok. A nagyon fontos a virasztó, ugye egyes vidékeken a siratózás, az is egy lélekgyógyászat, a siratózás. És kezdjétek egy Gyimesbe, 3 nap ugye, amíg volt a halott a ravatalon, egyik nap este kivitték és megmutatták a holdnak. Megmutatták a holdnak. És a hold a boldogasszony. A hold a tündéri Lala. És ugyancsak a boldogasszony, ahogyan a szülő boldogasszony segíti az életbe az embereket, a magyarokat, ugyanúgy a boldogasszony segít átmenni a kapun, és segíti a lelket, hogy tovább menjen. Tehát annyira sok szempontból, úgy emlékszem, a múltkor elmondtam a boldogasszony gyógynövényeket, ugye? Boldogasszony más szertartások. Például szintén tártos gyógyászat, boldogasszony bogja, boldogasszony köpése, tehát ugye a nyál, ha megköbdösi, és nem a rendes köbdösi, és nem megköbdösi, vagyis ugye a lehellett lélekkel érintkező nyál, igaz? Az is egy gyógyszer, az is egy védőszer a magyarságnak. Úgyhogy olyan szép a olyan gazdag, tehát én emlékszem a 40-es éveimben, ugye rengeteget kellett menjek amerikas, európas, ázsias, ausztrál, én emlékszem, hogy nagyon sokat ugye előadást tartottam, de nagyon sokat gyűjtöttem, tehát ugye én nem csak a Kárpát-medencében élő szórvány és több magyarságból gyűjtök, hanem tudjátok, nagyon sok jó magyar van a Kárpát-medencén kívül. És én emlékszem, hogy amikor így kimentem ezekhez a magyarokhoz, például Uruguayba 4. generációs magyarnak, ott vannak a magyar könyvek, az István a király CD, és ott van, és magyar életet, magyar kulturális, magyar szellemi életet él. És úgy a 40-es événben értettem meg, hogy annyira gazdag a magyar kultúra, annyira mindenre van megoldás. Mindenre van megoldás. És ez kellene, hogy ezt mi ne felejtsük el,
ne hagyjuk, hogy elvesződjön, gyakoroljuk, de a gyerekeinket is neveljük bele. Tehát nem elég, hogy mi most ugye itt ülök, én most beszél. Ez nem elég, hogy te tudod. Kell tudja a gyermeked, és kell tudja az unokád. Amikor amikor legelőször a kicsi unokámmal találkoztam, csecsemő, baba, én megmutattam a nagy boldogasszonyt a Nagy Magyarországgal, a piros-fehér zölddel, és elmondtam, hogy te magyar kislánynak születtél. Látod? Ez a mi országunk. A boldogasszony védelme alatt van. Látod? Ezek a visszaideink. A piros-fehér zöld. És látod? Itt van a világfas, itt vannak a virágok. És ezek a virágok a te életed virágai. És azt kívánom, hogy mind az életednek minden virágát kivirágoztasd, és megéld. És megkóstoltattam a tintorámat. És így. Tehát nem számít, hogy egy napos. Nem számít, hogy 5 hónapos. Nem számít, hogy 40 éves. De mikor sokszor elmondják az anyák, hogy nem bírnak a 40 éves gyerekeikkel, azt mondom nekik, áld meg, áld meg. És ha véletlenül nem úgy született, ahogy az Isten és a természeti rend van, akkor csinálj neki újjászületést. Nem kell ott legyen a gyerek. Nem kell. Nem kell ott legyen. Se az csecsemő, se az 3 éves, se a 40 éves. Te meg tudod csinálni, vagy megcsináljuk ketten. És olyan oldások vannak, tehát olyan fantasztikus leveleket, visszajelzéseket kapok, hogy ez hogy működik, és milyen érdekes. Ugye én hazamentem jó 3 hete. Elmentem Parajdra. Pont a Kükülő, a Kükülő partján volt olyan fa, amit láttam, hogy ez jó újjászületésre. Vagyis így nőtt, 2-ben 5 fa. Na, de engem már innen Budapestről foglalkoztatott egy dolog, mert az újjászületéssel nem csak a szülés-születés, meg nagy betegségeket oldjuk, gyógyítjuk szellemileg, lelkileg, hanem a női generációk sorsát is gyógyítjuk, meg ezeket a sérüléseket oldjuk. És képzeljétek el, milyen érdekes volt, nekem már ott volt a tudatom, hogy na hát erre kellene, hogy csináljuk újjászületés a család. Asszony dolog. És milyen érdekes, elmegyek a Kükülő partra, ahol én felnőttem, a Kükülő partján, és most is a kedvenc helyem, hogy nem, amikor hazamegyek a szülőfalumba, nem tudom megállni, hogy ne menjek a Kükülőre. És képzeljétek el, hogy ott rájöttem, mikor megláttam azt a fát, hogy na, ezt most kell csináljam, ezt az újjászületést. És azután már itt, hogy készültem az előadásra, valójában itt ismertem fel, hogy az otthoni, a kükülőmenti asszonygenerációi gondot, milyen érdekes, hogy én a Kükülő parton nőtt fával csináltam meg, és írtam újjá. Tehát olyan érdekesen működik ez az egész. Csak erre mondtam, hogy ugye mi a nők mennyire tudjuk és érezzük a belső mechanizmusokat. És én azt mondom nektek, és most nagyot fogok mondani, és ne higgyétek ezt beképzeltségnek, de én azt mondom, hogy a nőknek a belső érzékelésükön és a nőknek a belső útjukon fog múlni a világnak a sorsa. Én azt mondom. Adja Isten, hogy ne legyen igazam, hogy ne mondják azt, hogy nem mondja senki, hogy jaj, én milyen elfogult vagyok a nőkkel. De így van a sugallatok. És képzeljétek el, hogy például én úgy képzeltem az első női kötetemet, hogy az lesz 250 oldalas normális méretű. Akkor, mikor nekiálltam, és jól belehangolódtam, és akkor már benne voltam a munkának a teljében, rájöttem, hogy hát de ez nem hiányozhat. Az nem hiányozhat. De az nem hiányozhat. De az se hiányozhat. És akkor megtehettem volna, hogy én azt befejezem, azt csak úgy én tudom. Igaz? Hogy értitek? Azt csak én tudtam volna, hogy én csaltam, vagy nem is tudom, hogy fejezem ki magam. És azt mondtam magamban, nem baj.
Oda teszem magam 2 évig, de én úgy megírom, ahogy én belül érzem, s ahogy a Jóisten mutatja. És én mindig, amikor könyvet írok, én azzal álmodok, állandóan jönnek, főleg hajnalban a sugallatok, vagy a felismerések, vagy a képek, vagy ugye sokszor kínlódok. Hát elhiszitek, hogy a könyvírás az 24 óra? Mert arra gondolsz hajnalban, arra gondolsz reggel, este, délben, ha főzöl, ha mosol, ha takarítasz, ha akármi, ha beszélgetsz, puff, akkor is bejön valami a fejedbe, még csak nem is gondolsz arra, de mégis. És azt mondtam, hogy ezt nem szabad összecsapni. És akkor egy picit a szakrális nőiségről, hogy a szakrális nőiséghez hozzátartozik az, hogy tudatosítjuk, felismerjük, és az asszonyi életnek a misztériumait, a életkapuit, ugye, születés, név, adás, az is egy fontos dolog, a keresztelő, ugye, a munkábavatás, a leányavatás, az asszonyavatás, a menyecskavatás, az anyaavatás, végül ugye, ja igen, az 50 évesek. Na hát most is, mikor tegnap utaztam, jöttem vissza, elmondta a lövétei Piroska, azt mondja, hogy pont velem egy idős, 63-as, és azt mondja, hogy mi 124-en születtünk, akkor még lövétén. És képzeljétek, most születik 21, 23, 24, 25, ennyi gyermek születik most ott. És azt mondja nekem, hogy ha te tudnád, hogy megünnepeltük az 50 éves, és nálunk az én szülőfalomban, de nagyon sok helyen Gyimesben voltam egyik évben, és pont akkor ünnepelték az 50 éveseket. Na most ez miért fontos, ez az 50 év? Vagyis 49-ről van szó, mikor az ember túljut a 49-en, mert ugye mondtam, hogy 7 éves szakaszokra van az ember élet, és 7x7, 49, és ugye a... Én is. Tehát olyan jó... Ezeket a heteseket nagyon... Igen. De, hát igen. Én elmondhatom, hogy 49 éves korom után kezdtem élni. De tényleg így van. Ma a régi asszonyok is úgy voltak, hogy ugye mire ők 49 évet, 7x7 a beavató első 7x7 év, 49 év, ugye arra a régi asszonyoknak már felnőttek a gyermekeik. Ugye? És akkor azután maradt a szabad élet, de mondjuk én is. Ugyanígy, hogy végre felszabadulsz, mit tudom, legalább a gyereknevelés, nem, az nem teher, nem ilyen szempontból mondom, de az, hogy az embernek, meg persze, hogy már nem menstruálsz, tehát a ciklikus időből megint visszakerülsz a kozmikus, ugye az egyetemes időben, csak az ember csak élvezi. Ugye? Csak élvezi, hogy jaj, be jó. És én is azt mondom, hogy amikor az ember érett, igaz, akkor mennyi tapasztalattal, tehát mennyi fájó, mennyi mindenféle, de mennyi öröm, ugye, és aki mégiscsak követi az emberére fordulóit, én azt kell mondjam, hogy az ember 50 éves korára lesz végre boldog, nem? Nem tudom, ti hogy gondoljátok, ahogy látjátok, de én legalábbis így érzékelem, és azért más asszony is ezt mondja. No, tehát akkor ugye a 49-et elhagytuk, és akkor ugye az élet vég, és ne felejtsük el, hogy az nem halál. Ahogy a másik dimenzióból ott várakoznak a lelkek, és ide megszületnek, és ugye meséltem is azt hiszem az első alkalommal, hogy az anyák a szülésnek a 4. szakasza, amit az orvostudomány el se ismer, ez a szakasz nincs, tudjátok. Az anyák akkor hozzák le a lelkeket a fényből, a másik világból. Pont miután a gyerek mielőtt megszületik, azokban a pillanatokban. És annyira fantasztikus, hogy látjátok, ezt a nők tudják, hogy hozzuk le a lelkeket. És ezt a nők érzik, és ezt a nők csinálják. És ezért mondtam, hogy mennyire, de mennyire fontos, a nőknek a belső érzékelésük. Tehát én nagyon sokszor, amikor elindulok otthonról, én már hajszál pontosan tudom, hogy nekem fog sikerülni az a dolgom, vagy nem fog sikerülni. Olyan jelek vannak már, amikor az ember elindul. Nos, ez kellene. És például, ha oda jutunk, hogy mi kell, gyűjtsük a környezetünkbe az ételünket, vagy a gyógyszerünket, akkor megint csak ott kell legyen.
a belső tiszta érzékelés és a tudás. Erről beszélek, vagy egyáltalán, hogy az hogy készíted meg? Vagy ha gomba, hogy melyik jó, vagy melyik nem jó, vagy millió dolog a takarékosságtól kezdve egy ünnepig. Tehát az mind hozzátartozik az élethez, mert ez, amit most csinál az emberiség, ez a földet kizsírgelelő zsarnok életmód, ez nem megy sokáig. És én tényleg annak idején, amikor amúgy nem tartottam helyesnek ezt az egész felhajtás 20-tól erre felé, tudjátok, mire gondolok, én azt mondom, hogy olyan szempontból jó volt, hogy egy kicsit leállt ez a nagy fogyasztás. Leállt ez a sok utazás, leállt ez a sok repülőzés, leállt ez a sok rongyrázás, leállt ez a sok külföldre menés. Tehát, és akkor látjátok, együtt voltak házasok, és együtt volt a család, és együtt. Jó, hogy voltak konfliktusok, de az élet rákényszerített, hogy együtt van. Másfél méter egymást. Hát, aki bevette. Igen. Aki bevette. Na, akkor ugye szimbólumok, ja igen, szimbólumok a népi gyógyászatban, csak egy kicsit átgyorsulok rajta, hogy ugye azzal kezdtem, hogy a szertartások, azok szellemi gyógymódjaink és lelki gyógymódjaink, de közösségi gyógymódjaink és egyéni gyógymódjaink. A szertartásokban jelen van a fény, vagyis gyertyát gyújtunk. A szertartásokban jelen van a szent tér, jelen van a szent idő, vagy jelen van a hétköznapi időnek a megszentesítése. Megmódosítod az időt. Amikor újjászületés szertartás végzel, akkor is belenyúlsz az időbe, belenyúlsz a sorsba. Úgy értitek, mit akarok mondani. És a gyógyító szertartásokban benne van sokszor az, hogy új hold, tele hold, éjfél, dél. Benne van a nő, benne van a férfi, benne van, hogy ketten gyógyítanak. Benne van, hogy mezítelenül végzik a szenes vizet, vagyis a programozott vizet. Benne van a kereszt, tehát amit én gyűjtöttem, és a legtöbb gyógyító szertartás a második egészségünkért kötetemben van, ugye a születés a születésében, az első kötetben ugye mondtam a tártos gyógyászat, ezek csupa szimbólumok és csupa szertartások. Mégpedig az egyenlőszárú kereszt. Mondtam ugye, hogy az eterközi csontrakás, az is egy szimbólumterápia és reflexterápia, nem csak szellemi, testi, erőny, energetikai összerakás. Ugye, amit mondtam, moldvában maradt meg etel közben. Akkor kezdve az egyenlőszárú, és persze van napkereszt, vagyis körkereszt, de mindjárt beszélek arról. Az egyenlőszárú keresztet használjuk a mindennapi életbe. Tehát például ugye, amikor kenyeret megszegik, előtte imádkoznak, vagy elmondanak egy fohász, vagy egy mondókát, ugye, és akkor keresztet rajzolnak a késsel, ugye a kés, mit mondtam, fém, gondolszűző rontás, de ugye főleg ez az egyenlőszárú kereszt, és amikor én végzem az etelközi csontakás, vagyis az ízületek szerint kimozgatását, 13 keresztet vetek, és ahányszor keresztet vetek, mindig mondom az áldást, mert ugye, aki hozzám jön, elmondja a baját. Ezt nekem nem tanította meg a moldvai szerzetes, de én ezt magamtól 20 éve, azt hiszem 94-ben tanultam. Tehát azt jelenti, hogy 29 éve, jól számolom, ugye? És akkor áldás. Na, akkor mondtam, a másik ősi szimbólumunk a napkereszt, vagyis a körkereszt, és azt használjuk a születésnél is, a szülésnél. Nekem elmondta Bereg környékén, Tasnádon, szintén Fekete Erzsika neve, azt mondta, hogy mikor ment a házi, tehát ugye beindult a szülés, és akkor elmentek a bábáért, mielőtt a bába belépett volna a házba, fokhagymával, ami ugye megint egy tártos szer,
Az altófélfára rajzoltak egy kört, és benne az egyenlőszárú keresztet. Na most a kör, ugye, a szellem a tökéletességnek, a védelemnek, és az egyenlőszárú kereszt a föld és az ember. Mert a bezdédi tarsorlemezen, mi van? Az a kereszt már az ember, igaz? És az F, ugye tudjuk, a lyuk, és megint csak a női kapura gondolok, és a női rózsára, és a női tulipánra, és a boldog asszonyra, igaz? Az a rovás jelünk. Tehát én nagyon sokat foglalkozok a szakrális könyvemben a rovás jelekkel is. No, de hogy rajzolták azt a keresztet? Imádkozás, és milyen gondolat közben? Hogyha valaki ebbe a házba bejön, akkor minden gonosz, minden negativitás, minden rossz gondolat, nekem így fejezte ki Erzsike, hogy ne engedjen be semmi rosszat, így most próbálom, mert 90-es éve, 99-ben mondta nekem. Tehát a szellem és a test, az Isten és az ember jelképével védik a teret. Ugye mondtam, hogy én meg szeretném írni a térrendezés tanulmányomat, hát én azt hittem a télen, hogy írni fogok, de nem tudtam írni, mert nagyon sok ugye emberekkel, és pont ennek a folyamánya a decemberi előadás után. Nem baj, majd az Isten ad. Igen, az Isten ad majd alkalmat az írásra is. Akkor ezt az egyenlő szárú keresztet használják mérésre, és egy elképesztő szertartást gyűjtöttem. A Zsérén, Zoboralján, mai Szlovákia, Felvidék. Azt hiszem, mondtam is, hogy Zoboralja, tehát a Zoborhegynek az alja egy magyar falusor, erősen táltos hely. Tehát Szent László király oda nagyon szeretett járni, vadászni. Milyen elképesztő szertartást gyűjtöttem. Nagyon hosszan kellene róla beszéljek, hogy elmondjam, de abból egy motívumot. Idős asszonyok mondták, olyan 80-on túl voltak, hogy azt mondta, hogy ha valaki nem érezte jól magát, tehát mondjuk nem így, hogy hasfájás, vagy nem tudom mi, hanem úgy nem érezte jól magát, hogy valahogy úgy lelkileg nyugtalan volt, akkor elment a gyógyító asszonyhoz, és az 7 éves leánka font a zsinór. Na, ugye? 7 év. Milyen szempontból fontos a 7 év? Nem csak, hogy 7 éves, tehát a számok szerint, hogy ugye ez egy szent szám, hanem azért fontos, mert emlékeztem, hogy mondtam, hogy az első emberére forduló és az első életkapu beavatás 7 év. Miért a 7 éves leánykának? Mert a 7 éves leányka változó korban van, vagyis az első 7 évétől tér a másodikba, és az egy olyan szer, egy olyan eszköz, amelyet egy változó korban lévő ember, egy kislány készített, értitek? Vagyis azzal is segítették, azzal is vitték előre a szertartást, és úgy nevezik ezt a zsinort, hogy asszavány, és régen, még a régi időkben az asz, vagyis a TBC, vagyis a száraz betegségnek a gyógyítása rasszát. Ugye ez egy szimbolikus gyógyítás, mindjárt mondom. Tehát, ha nem jól érezte magát valaki, elment ahhoz az asszonyhoz, aki mérte az asszavány, és itt megállok, hogy egyedül csak a magyarságnál és az indiánoknál van ez a gyógyító szertartásunk, hogy a mérés, vagyis megmérik az emberi, tehát kézhoztáshoz, és ha az nem talál, akkor gyógyítják, vagyis lefektették az embert, az asszonyt, lefektették így a földre, tehát kereszt alakba, és hogyha a fejétől a lábáig mutatta nekem az én adatközlöm, úgymond az asszony, hogy látja tetejétől a talpáig, és az így kinyújtott kezével így. És ha az a két
érték nem talált, tehát hogyha a testrészeknek az aránya most jutott eszembe változik, na akkor kezdődik a szimbolikus gyógyítás. Ha ez nem talált, akkor 7 napig gyógyították úgy, hogy kellett ő imádkozzon, ugye, tehát ebben benne van az imádság, a hittel való gyógyítás, öngyógyítás, és azt mondta, hogy most hosszabban kellene beszélek róla, de csak annyit mondok, hogy ebbe a szertartásban benne van a kötés és az oldás, ugye ez is egy archaikus, benne van a saját vizeletterápia, és benne van az, hogy a természeti elembe elvitették, vagyis a patakkal vagy folyóval elvitették, vagyis a természeti elemekkel való gyógyítás. Mondom, hosszan kellene mondjam, és olvassátok el, ott van a 2. kötetemben. És addig 7 nap alatt azt mondja, hogy visszaállt az embernek az aránya. És nekem mesélték ezeket az arányokat is. És képzeljétek el, hogy elmentem Brazíliába, és Buenos Airesbe beszélgettem egy magyar asszonynak, spanyol férje volt, és orvos, angolul beszélgettem vele, és annak az édesanyja egy híres gyógyító asszony volt, és ő még Spanyolországban született, de aztán ugye kiment, és már a fia, az orvos ott született Brazíliába. És beszélgettek az orvos, és azt mondja, hogy orvos, hát praktizáló orvos, és azt mondja, hogy az én anyámnak több betege van, mint nekem. És mondom, hát hogy? Hát hogy van anyádnak több betege? Azt mondja, hogy már otthon is híres gyógyító, azt mondja, hogy még. És azt mondja, tudod, hogy gyógyít? Hogy miközben ráolvas, méri az arányokat. És például nekem olyan gyűjtésem is van, képzeljétek a Székelyföldön, de ezek elképesztő dolgok. Hogy például onnan tudták meg, hogy a gyermeket megígézték, igen, megrontották. Igen, vagy szemmel verték, vagy nem. Hogy képzeljétek, hogy? Én így voltam, szemmel verték. Igen, mikor kicsi voltál? Igen. Majd elmondod, hogy gyógyítottak meg. Igen. Jó, nagyon jó lesz. És akkor kezdjetek el, hogy azt csinálták, hogy lemérnek vizet kanállal. Tehát ugye van egy edény, mondják azért, ott van a gyerek, aki öldít, bolyg, vagy ugye meg nem nincs jól. Van 2 edény, és 7 kanál vizet átkanalaznak, miközben imádkoznak. És képzeljétek el, hogy azt megmérik, és visszaméri, és ha nem 7 kanál víz, akkor a gyerek meg van rontva. És akkor kereszt, és imádság, és szertartás. Na, hát olyan érdekesek, és ezeket csinálták. Na, akkor hallgatunk téged. Majd. Utána még lesz egy eladó. Jó, akkor befejezd. Érdekes lesz. És amit mondtál, hogy lemérték, igen. És utána 7 napig gyógyították, utána helyreállt ez az arány? Abszolút, igen. Tehát addig csinálták, amíg helyreáll, de az a tapasztalat, ugye ott 4 asszonnyal beszélgettem egyszerre, azt mondták, hogy arra helyreállt. De mondom, ez egy összetett szertartás, csak nem mondtam el végig. De igen, valóban. És tudjátok, hogy Leonardo da Vinci is foglalkozott ezzel, igen, igaz? Igen. Tehát, és az az érdekes, hogy ez a világon csak a magyaroknál és az indiánoknál van meg. Ez a diagnosztizáló és mérő népi, szellemi szertartás gyógymód, hogy a mérés. Na, és akkor más szimbólumok ugye is vannak ugye a szakrális térben, de ami nagyon fontos, hogy a számok. Tehát a gyógyító imádságok, az archaikus imádságok, a ráolvasások, azok ugye 3-szor mondták el, vagy 7-szer, vagy 12-szer, vagy ritkán 13-szor, és tudjátok meg, hogy a 13, ugye én voltam Tibetben, kutattam meg Mongóliában, stb. Nagyon fontos a pusztai lovasnomád népeknek, nagyon fontos a 13-as szám. Tehát valójában nekünk az a szent számunk, és az én szakrális női könyvemben leírtam, hogy valójában az évben 13 holt hónap van, és a nőknek a ciklusa szerint van az egész család, a születések,
ugye az egész családfát valójában vissza lehet a nő és a holddal kapcsolatos, az egész szerves világ, ugye, a 13 hold holnap. 13 égőm is van, csak azt nem mondják, hogy a 13 az a sárkány. A kígyó. Ja. A kígyó. Igen, ezt nem tudtam. Azt nevették gyorsan. Igen. Igen. 12-13. És azt mondják, hogy a csillagkép is 13 van, nem csak 12. Ja, erre gondolt. Ja, igen, igen, jó, sárkány. Jó. Kígyó. Igen, a kígyó, jó. És akkor fontosak a számok a mi szertartásainkban. Ugye fontosak a fény, hogy mondtam, hogy gyertyát gyújtanak, fontosak a fák, fontosak az útkereszteződések. Ugye meséltem arról a tártos gyógyászatról, hogy széljártahelyek, ablak, ajtó, útkeresztezés, ugye ez az újjászületés, ez is egy tártos gyógyászati módszer. Úgyhogy nagyon, azt hiszem, most már így befejezés felé mehetek. Ma szerettem volna többet egy kicsit a szakrális szerelemről, tehát akkor egy összetett mondat, hogy nagyon fontos lenne, hogy mind a szavainkat, mind a fogalmainkat ugye megőrizzük, és a szerelembe is visszavigyük. Például a csiklónak úgy mondják a magyarok, hogy bimbó. Vagy például az asszonyi szerelem, tehát egyáltalán ezt a szeretkezési állapot, és ez a módosult tudatállapot, és valójában a szerelmi létállapot, az egy szakrális dolog, az odavalló út, és az időtlenség a szeretkezésbe. De hogy mennyire még régen a holdhoz kapcsolódott, például Balassa Bálintnak benne van az egyik versében, hogy holdulás. Tehát kérte a katona, ilyen régi katonadalokban, ugye Borna Vissza Péter, Tinódi Lantosevés, tehát erről az időről beszélek, még szép, tehát ugye Vörös Marti Mihály micsoda verseket írt a szerelméhez, tehát ugye, ahol még a szerelmi nyelvezet magyar, úgy fejezi ki magát, amikor kéri a nőtől, a szerelmét, hogy legyen vele, hogy holdultas. Holdultas, ugye? Mert a nő a hold alatt van, és ugye a férfi vágyik erre a női erőre, a női védelemre, a boldog asszony állapotban. És idézek egy fantasztikus mondatot egy magyar embertől, azt mondta, hogy a magyar ember arról ismerszik meg, hogy boldog az asszonya, vagyis boldog asszony az asszonya. És ez gyógyítaná meg a magyarságot. Hogyha a férfiak úgy gondolkodnának, arról is messzik meg a magyar ember, hogy boldog asszony az asszonya. Na, hát akkor... Köszönöm. Akkor köszönöm én is.